Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Egy újabb év, egy újabb vicc, a.k.a. egy újabb Call of Duty. Black Ops 4 beta, hölgyeim és uraim, kiértékelő, következik, mit, hogy, hány, merre, meddig. Nos, igen, én is így álltam hozzá. Már van egy-két dolog a Black Ops 4-nél, ami eleve ilyen kétes hírű, ugye, nem lesz single player, blablabla, látérünk mindenre. És már eleve úgy vágtam bele ebbe az egész gameplaybe, amikor elkezdtem játszani, na, már így, halljátok, dörzsöltem a kezem, na megint lesz egy jó lehúzós videó, újabb kolói, újabb év, na jó, megint húzzuk le a földig a Call of Duty-t, és hát... de nehezem rásik kimondani, de élveztem, ez jó volt. Hú, kimondtam, na jó, ezt most komolyan mondom. Ez egy egész jó béta volt, hogy őszinte legyek. Na de minden sorjában rátérünk, mindenre rátérünk. Elsőnek fogjuk venni a pozitívumokat, és utána rámegyünk a negatívumokra. Tudom, hogy vagytok odakint egy jó páran, akik hűségesen néztek engem, ha shooterekről van szó, és emiatt nagyon, nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy értékelitek a szakértelmet a témába. Azoknak, akik pedig véletlenül találnak rá a videókra, azokra csak mondom, hogy nagyon sok időt töltöttem el shooterekbe, és a COD volt az egyik fő profilom, és elmondhatom, hogy ismerem ezt a játékot, ebben, mint gamer, ebben csúcsosodtam ki, szóval valahogy úgy a szívem mélyén, lelkén érzem, hogy el kell mondanom, hogy mit gondolok évről évre az újabb vicc, az újabb Call of Duty ról. Szóval Black Ops 4 beta, hölgyeim és uraim, jöjjenek a pozitívumok. Szóval, hát igen, srácok, azt hittem, hogy eleve attól az egy apró változástól a gameplaybe, hogy önmagadat kell gyógyítsd, a játékot olyan szinten megváltoztatja, hogy ami nem egy Call of Duty világába való. És hát ennél nagyobbat nem is csalódhattam volna pozitív irányba erre az egészbe. Szóval, elsősorban megvoltak a gondjaim a bétával, nem tudtam annyit játszani, amennyit szerettem volna vele, mivel hogy az első nap nekem nem indult el a béta, amire kinyomoztam, hogy mit kell csinálni, addigra eltelt egy nap, de kinyomoztam, belevágtam, és igyekszem nem elfogult lenni az első benyomástól, de az első benyomásom a játékkal, tehát egy jól sikerült játék volt, nyögtek a killek, stb. Élveztem, és igyekeztem megfigyelni szakértői szemmel, hogy milyen maga a gameplay. Na most, pozitívum, az önmagadnak az életfeltöltés ad némi taktikai vonást a játéknak, tehát a gameplay szempontjából ad némi taktikai vonást a játékra, és közben valahogy, PC-n legalábbis, közben valahogy nem semmisíti meg a COD teljes mértékű, sőt, mondhatni a Black Ops 2 óta fennálló hatalmas rush faktort, ami a COD Black Ops-okba benne van. Szóval az emberek gyógyítják magukat, és közben megtartja a játék azt az elképesztően gyors tempóját, és erre még később rátérünk a spawn rendszer miatt, elképesztően megtartja ezt a gyors tempóját. Ugyanakkor ugye megnövelték a time to kill, tehát több élete van az embereknek, ami hihetetlen módon reakció, hihetetlen mód sok időt ad a reakcióra, elmenekülésre, hogy újra töltsd az életedet. Ez elképesztően érdekes volt megfigyelni, és valami olyasmi, amit a COD 4 óta hiányolok a Call of Duty-ban. Szóval ez egy jó húzás volt, és egy nagyon-nagyon jó szintre emelte a gameplay élményt. Sokszor kerültem bele olyan szituációba, hogy megúsztam, lőttek rám, volt, hogy ketten lőttek rám, beértem egy sarok mögé, bám, belögtem a gyógyítást, és mehettem vissza ki a csatába, és teljesen jó volt. Gyors a gyógyítás, gyorsan gyógyít fel, szinte instant mehetsz vissza már a csatába, szóval ez nekem ez a rendszer egy kellemes csalódás volt, és egy TDM, Domination, Hardpoint, Capture the Flag, és bármi ilyen rush alapú, kivéve SD talán, bármi ilyen rush alapú játékban megfelelő ez a gyógyítási rendszer. Na most,
a Time to Kill, hogy őszinte lelk, és itt jött megint egy és nem tudok másképp beszélni róla, csak egy nagyszerű megoldás, egyszer és nagyszerű megoldás, hú, ilyeneket mondok a kodról, egyszer és nagyszerű megoldás. Itt jött egy nagyon jó csavar az egészbe. A Time to Kill-t megnövelték, adtak egy gyógyítást, amivel két dolgot értek el. A prójátékosok ki fognak emelkedni a tömegből, akik nagyon jól céloznak, kiemelkednek a tömegből. Mellkas fölött, mellkas és fej környékére célzott lövések Call of Duty Black Ops-okban mindig is előnyt jelentettek. Ha ezekben a játékokban megtanultál mellkas fejre célozni, nem számított, hogy később lősz, nyert ügyed volt, mivel hogy ugye értelemszerűen nőjbb a sebzés. Úgyhogy aki jobban céloz, nyer. És ezzel a megnövekedett Time to Kill-al végképp kijön, hogy aki jobban céloz, nyer. Aki jobban tud lekövetni, nyer. Szóval a prójátékosok érezni fogják, hogy a skilljük jutalmazva lesz ezáltal. Hogyha, és ráadásul az aktív, azok a fajta játékosok, prójátékosok, akik nem adják fel a harcot, az utolsó pillanatig küzdenek, ugrálnak, bunny hopolnak, lehasalnak, mindent megtesznek azért, hogy az enemy ne találja el, nagyon fogják értékelni ezt a gyógyítás miatt. Ha van annyi reakcióidőt, bim, hogy elbújsz, felgyődődöd, visszamész csatába, nem tud lelőni, vissza. Volt olyan, hogy kétszer, sőt háromszor futottam neki ugyanazzal a játékossal, ugyanazon instant időbe a csatának, mert nem tudtuk egymást lelőni, annyira ugráltunk jobbra-balra. Elképesztő jó érzés volt. Végre volt küzdelem egy fight to fight-ban. Persze, idegesítését és srácot nem bírom lemenni, szerintem neki is, de kétszer töltöttem újra életet, és vágtunk neki a csatának. Elképesztően jó érzés volt. És megoldották, ezen felül megoldották azt is, hogy a casual játékosok is sikerélménnyel rendelkezzenek. Mire gondolok itt? Egy nagyon-nagyon jó implementáció a pontrendszerbe, amit beleraktak, az az, hogy ha megsebzed az enemit, de nem te hozod le a killt, akkor is kapsz 100 pontot. 100 pont, ami rengeteg, értékeli a munkádat az akcióban, és továbbjárul a score streakjeidhez. Szóval ez a kettő, hogyha például taktikusan akarsz játszani, ott vagy domination-on, látod, hogy a társai nyomulnak be egy pontra, és te közel vagy az utolsó killstreakedhez, fogod, megsebzel egy-két enemit azon az adott ponton, társaid lelövik, te megkapod a pontokat, bim, there you go, megvan a killstreaked, szóval nem kell fejetlenül mindig agyat belemenni abba, hogy én szoktam belemenni a játékba, és úgy szerezni meg a killstreaket, elég, ha lesebzett, ott egy társad a környékén, halljon meg ő, ugyebár, vagy ője meg ő, de neten megvan a 100 pontod, részt vettél a munkába, ki is írja neked, akkor ennyit sebeztél, megölted, szép volt, jó volt, mehetsz a következőre. Ez így tökéletes. A prójátékosoknak ott lesz a célzás, az öngyógyítás és a jó harcok élménye. A casual játékosoknak ott lesz, hogyha nem is tudják lelőni az enemit, de hozzátesznek a játékhoz, az élményhez, és megkapják érte a megfelelő jutalmat. Ez, hogy a megfelelő jutalmat, ez eddigi Call of Duty-kban nem volt benne. Ezt úgy nézzétek. Szóval, hogyha asszisztoltál egy killben, szart se kaptál, vagy épp nagyon keveset, attól függ, melyik kodból volt. Itt most megkapod egy megfelelő pontszámot a killjeidé, és ez egy prójátékos számára, egy kezdőjátékos számára jó érzés, hogy igen, megcsináltam, én is ott voltam, tudok játszani, egy pró számára pedig egy taktikussági elemre emeli ezt a játékot, még annak ellenére is, hogy a pályák, amiket játszottunk itt a bétában, kis pályák voltak, de végig lehetett gondolni, hogy mit, hogyan alkotunk meg. Ezzel rá is térnék egy kicsit a pályákra. A pályák, amelyek a bétában voltak, tipikus Call of Duty-ról van szó, három útvonal, középen kis árkádos, szabad terület. Egy problémát véltem felfedezni a pályákról, a kerülő útvonalak, a két szélső útvonal számomra egy kicsit széles volt és nagy a játék pörgősségéhez képest. És itt most rá is tényleg a spawn rendszerre. Piece of shit. Ezt tudom mondani. Nem tudom, hogy azért szar a spawn rendszer, mert Call of Duty és mindig is szar volt a spawn rendszer, vagy azért, mert egyszerűen olyan szinten gyorsan pörög a játék, hogy a játék már nem tudja hova spawnoltatni az embereket, és bim, beszpawnolja mögét. 10-ből 8-szor.
10-ből 8-szor. Szóval szinte mondhatni, hogy a legnagyobb biztonságban a pálya közepén vagy, és a széleiken kurva óvatosnak kell lenned, mert a random spawn miatt random emberek jelennek meg a hátad mögött, és ez nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. Szóval nem igazán tudtam eldönteni, de nekem a megérzésem az az volt, hogy azért, mert a játék nagyon-nagyon szinten pörög. Szóval túl taktikázni nem tudod, és agyon kempelni sem magad, mivel hogy azonnal, szinte azonnal ott lesznek a hátadban. És ez némi frusztrációhoz vezetett, de amint ugye felkapta az ember a tempót, már tudta is neki nyomatni killekkel és mindennel, ami szíme-szeme vágya volt. Térjünk rá a specialistákra egy kicsit. Még mindig úgy gondolom, hogy nagyon OP-k a képességei, nem feltétlenül valók Call of Duty-ba, főleg nagyon frusztráló tud lenni akkor, hogyha közel állsz a killstreakedhez, és jön egy gránát, és szétszedtek. Szóval nem feltétlenül érzékelem ezt egy jó dolognak, hogy benne vannak. A specialist kisebb képességeik azok rendben voltak, semmi nagyon extra, de maguk a fő képességek az megesett, hogy OP, főleg a tűz, a lángvetős, a gránátvetős, ezek úgy érzem egy kicsit túllőttek a célon, és nem feltétlenül van bennük a helyekben, de Black Ops így szerettük meg, így van jól, mostanra azt hiszem már megszoktuk, és talán meg tudunk alkalmazkodni ehhez a történéshez is, csak hát a frusztráció, amivel jár, hogy szépen kitaktikáztad magad, aztán jön mögötted egy tűzvetős, vagy nem is tudom a nevüket, jön mögötted egy ilyen lángvetővel, az kiéget a francban, esélyed nincs lelőni. Szóval, ez egyszer nagyon idegesítő tudott lenni. Remélem, hogy eljutottatok a videóval eddig, mert még sok mondani való van, és érdemes lenne az egész képet megnézni. Na, térjünk rá egy kicsit a radarra. A radarról úgy hallom, hogy a közösség panaszkodik abból a szempontból, hogy túl nagy területet foglal le. Én úgy gondolom, hogy egy Call of Duty-hoz ez így tökéletes. A pályák túl kicsik ahhoz, hogy időben tudj mindenre reagálni. Én úgy gondolom, hogy látnod kell mindent a radaron. És hát shame on you azoknak, akik nem tudnak közben figyelni magára a környezetre, hanem csak a radart nézik folyamatosan. Ez egy balansz kellene, hogy legyen a játékosoknál, úgy gondolom. Természetesen, hogyha tanulod a játékot, akkor többet nézed a radart, mint a pályát eleinte, de utána ez megváltozik. Szóval remélem, hogy nem fognak a radaron változtatni, mert erre nagyon, felfigyelt a közösség, és írták a feedbackeket az Activisionnek. Remélem, hogy ez nem lesz így, mert egyszerűen így, ahogy volt a radar, sok hosszú-hosszú idő óta végre Call of Duty, ahol a radar jó és akcióra tud késztetni, hogyha tudsz rá figyelni. Szóval, remélem nem változtatják. Természetesen voltak hibái a játéknak, és ezek ki lesznek javítva, tehát már nem is akarok kiemelni olyanokat, hogy a motorja most is kicsit optimalizálatlan, nem probléma, de egy erős PC-n ezt nem fogod érezni, szóval, hogyha van egy erős PC-d. Laggokat nem véltem felfedezni ilyen téren, és az apró cseprő hibákat ki fogják javítani ennyire, még a Treyarch is figyel, meg az Activision is odafigyel arra, hogy legalább ennyit megcsináljanak, és meg fogják csinálni. Tehát ezen a téren ilyen problémák nem voltak. Ettől függetlenül az egyik legjobban futó kód beta volt, amit hosszú-hosszú idő óta játszottam, úgyhogy kezdenek végre egy kicsit talán odafigyelni a PC-re is, és ez a kód egy nagyon jó irány ebben, szóval PC-sek, azt hiszem, megnyugodhattok ebből a szempontból, hogy ez igen nem tűnik egy teljes sportnak, hanem inkább úgy tűnik, hogy valamit itt csináltak ezzel, hogy jó legyen és hogy optimalizáltabb legyen, mint az előző Call of Duty-k. Szóval le a kalappal, ez mind így egy pozitívum volt a gameplayre, és azért még ki tudnám azt emelni, ezt azért észrevettem, ami kicsit durva volt. Ha Bunny Hopra kerül a sor, akkor kurva nagyot tudnak ugrani az emberek, de azt hiszem meg lehet szokni, szóval nem egy nagyon-nagyon vészes dolog. A másik pedig, ami nagyon érdekes volt, de ezen is túl lehet menni, ez is meg lehet szokni, de amire megszokja az ember, az egy kicsit furcsa, és inkább ráhagyatkozik az ösztöneire egy adott ponton, az a pillanat, amikor meglőnek, ugye a karakter, a képernyőd így beremeg, besötétül. Na most ez a besötétülési
faktor az olyan nagy, hogy elveszíted a célt, ami előtted van. Szóval üldözöl valakit, meglőnek hátulról, bím, olyan sötét lesz, hogy a cél, akit üldözöl, eltűnhet. Vagy a cél meglő téged, te visszalőnél, de eltűnik, mert annyira besötétül a kép. Úgy olvastam, hogy ezt is felhozták, mint problémát, úgyhogy lehet, hogy ezt egy kicsit majd lejjebb veszik, ezt a sötétedési faktort. De ha nem, azt hiszem, hogy ezen is így meg lehet szokni. Talán egy bizonyos szempontból jó is, meg nem is. Tehát így ki jobban kiélezi a csatát a skill felé, kicsit az ösztönök felé. Nem igazán tudtam eldönteni, hogy tetszik-e vagy nem, de tény is való, hogy egyszer-kétszer lelőttek emiatt, hogy elvesztettem a célt a szemem elől, és egy 21.9-es baszott nagy monitoron játszok, de nem segít ezen a téren. Szóval, ja, ez probléma volt. És íme jöjjön a végső kérdés. Nekró, te meg fogod-e venni a Black Ops 4-et? És srácok, vagy elő fogom-e rendelni a Black Ops 4-et? Mind a kettőre válaszolva, srácok. Előrendelni semmiképp sem, nem szabad. Tilos, ne tegyétek, nem éri meg. Miért? Elmondom hamarosan. Megvenni én speciál nem hiszem, hogy fogom, már az én időm lejárt. Meg fogom venni, hogyha már egy ilyen 10 eurója árulják a Steamen, igen, megveszem. Vagy megveszem akkor, hogyha tisztában vagyok vele, hogy 500 ezer játékos naponta játszik a játékkal. Ne legyen 500 ezer, 300 ezer játékos naponta játszik ezzel a játékkal éveken keresztül. Mert felnézek a COD Ghost-ra, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered-re, bármelyik újabb kódra, talán a Black Ops 3-at kivéve, és nem találok játékos, nincs fönt, konkrétan 100 játékos játszik a Remastered, de 100 játékos játszik a mit tudom én, COD Ghost-tal. Többen játszanak a Black Ops eredeti eredeti COD 4-jel, mint a Remastered-el, vagy bármelyik már, a COD World War 2, tehát COD World War 2, 5000 játékos játszik vele. Így erre pénzt költeni, így nem szabad. Nem szabad. Mert rövid időn belül nem lesz játékos táborod. Viszont itt van most ez a Black Ops 4, és potenciálisan meg lehet. Tehát, hogyha lesz, a Steam chartokon megnézitek, ha lesz egy napi 200-300 ezer játékos, aki játszik ezzel a játékkal, akkor megéri kódot venni. Ha nem, akkor nem. De a másik nagyon nagy hátulötője, hogy miért nem éri meg kódot venni most, és figyeljétek meg, ennek a kódnak nem lesz single player-e. Törölték a single player-t, de elkérnek érte egy full árat, törölték a single player-t, és helyette kapunk egy tetves Battle Royale módot, mert még az kell, még több Battle Royale. Ja, ez egy unfair politika volt. A Call of Duty-t szeretjük, én speciál nagyon szeretem a single player miatt. Minden év egyik legjobb single player-éről beszélünk, tehát minden évben egy olyan játékról van szó, aki egy csúcsminőségű single player kampányt tud hozni, egy tripla O, amiből manapság már tetvesül kevés van, és a nagy kiadók fókuszálnak többnyire arra, hogy szolgáltatás alapú játékokat hozzanak, semmint hogy egy single player játékot, mert hogy deficittel jár nekik, és Call of Duty, tehát az Activision az utolsó pillanatban ugye levágta a single player-t, és csináljunk egy Battle Royale módot. Ez így strike. Hogy mondja, mint egy COD player, ez nálam strike-ot jelent. Nem fogom megvenni a tetves játékotokat, mert nem adjátok azt, ami kell a pénzemért. Nem adjátok azt, amire szükségem van a pénzemért. Szóval kapunk zombit, Battle Royale-t és egy multiplayer-t. És egy multiplayer-re jó játszani, de jó csatolni valami történethez, amit a single player-ből tudtunk meg. Szóval, ja, ez így, azt mondom, hogy nem szabad megvenni, teljes árban nem. 10 dolcsi, annyit ér a multiplayerre. Tudjátok miért? Mert odakint vannak olyan játékok, amelyek ingyenesek, és legalább olyan jók, mint ez a Call of Duty. Ott van az Iron Sight, ingyenes, és voilà, tök jó játék, és legalább annyira élvezetes, mint ez a Call of Duty. Ingyenes játék, és a grafikája is nagyjából ugyanilyen jó, mint ennek a Call of Duty-nak. És ez csak egy.
miért adjak ki pénzt valami olyasmiért, mint a Call of Duty, amikor például egy Ironside-ban eleve több játékos játsza, mindig találok játékot instant, és ugyanúgy élvezem, és ugyanezek a játékmódok megvannak benne, és még a killstreakeket is könnyebb összeszedni, mivel egy kicsit úgy gondolom, hogy drágák a Black Ops 4-ben a killstreakek. Szóval, mit akarnak itt? Tehát nézzenek, tehát az Activision nézzenek kicsit körül a világba, és ébredjen föl, hogy egyes stúdiók, egyes a jó, hogy is mondjam, jó fejlesztők, akik odakint vannak, megalapítják az indie cégüket, és egy kétszer jobb játékot hoznak le az ő ötletük alapján. Szóval, ha már nem tudnak lehozni egy kurva jó játékot, akkor legalább adják oda azért a pénzt, amit elkérnek, amit megígérnek. Elsősorban. Szóval itt lenne a probléma, amitől én nem vennék meg egy Call of Duty-t. Ja. Na, kicsit rátérve a Battle Royale módra, úgy gondolom, hogy a Call of Duty Battle Royale módja potenciálisan megvan rá az esély, hogy az egyik legjobb Battle Royale mód lesz, ami odakint van, és egyben az egyik legismertebb is, ugye, mert kódról van szó, pénzről van szó. Kívánom nekik, hogy sikerüljön. Egy olyan franchise, mint a Call of Duty megérdemli a felemelkedést, mert kár lenne elvesznie. Ha felfüggesztenék az évente kiadás dolgot, talán jobb lenne, de a Battle Royale módjának a COD motorja miatt, ami egyszerűen tökéletes shooterekre, mindenképp megvan az esélye arra, hogy egy tökéletes Battle Royale-t nyélbe üssenek. Ez mind a többieken, ez mind a fejlesztőkön múlik, hogy mennyit tanultak a Fortnite, illetve a PUBG-nak a sikeréből, és hogy implementálják ezt a játékokban. És persze ott lesz majd a nagy vetétes a Battlefield 5 Battle Royale-ja, mert az se egy utolsó és lenézendő játék, illetve grafikai motor, ami erre termett, hogy shootereket csináljon. Srácok, ez lett volna a Call of Duty Black Ops 4 értékelőm, remélem nem hagytam ki semmit. Kíváncsi vagyok, eljutottatok a végére, írjátok le a kommentbe, hogy macska bugyi, írjátok oda, hogy vélekedtek erről a COD 4-ről. Mondom, én élveztem a gameplayt, és sajnálom, hogy ez a játék, hogy van egy jó COD végre, és így megszegve az ígéretet, amit a pénzért kérnek, azt ugye, amiatt én nem feltétlenül ajánlom megvásárlásra. De csak emiatt, mert a gameplay élvezetes volt, és annak, aki akar jól játszani, én azt mondom, vegye meg, de vegye meg akkor, hogyha látja, hogy 200-300 ezer játszik vele naponta online, mert hogyha az első hónapban leesik a játékos bázis 5000-re, akkor pénzkidobás volt az ablakon, mert egyik játékos se lesz élvezetes a laggok miatt, és nem fogsz találni játékot, különböző játékmódodban. Szereted az SD-t, de el fog tűnni, mert mindenki TDM-et fog játszani, szóval csak akkor szabad megvenni, hogy őszinte legyek. Nos, srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, macska bugyi! Írjátok le a végére. Köszönöm, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel. Discord szerverünk létezik videó leírásában. Kérdéseket várom itt, vagy Facebookon, ki hol szereti. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!